Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 3-a az egy portál nap. Kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Kinyílik egy ajtó a spirituális területre. Egy finom energiamező, és ennek van felszabadító ereje vagy gyógyító hatása. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly 4000 forint. Hogy miről van szó ezen a napon, ebben a szertartásban, arról beszámolok most ezen a felvételen. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Ebben a maja naptárban van 20 hullám, vagy rezgés. Egy rezgés 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, a 13-as szám szerencsét is hoz. Ez a portálnap október 3-án a 4. hullámban van, e felett a hullám felett a nap uralkodik, és a nap segít abban, hogy tisztán lássunk bizonyos dolgokat. Ez a portálnap, október 3-a az 5. nap a 4. hullámban. Ez azt jelenti, hogy valamit elvégzünk, valamit befejezünk, és van egy új kezdet, van egy új lehetőség. Ennél az új iránynál vannak külső befolyások. És oda kell figyelni, hogy ki mit akar tőlünk. Milyen ez a befolyás? Segítenek nekünk, vagy hátráltatnak bennünket? Itt mi saját magunk figyelünk erre oda, és meghozzuk az okos döntéseket. Ami még fontos, valaminek a kiépítése. De oda kell figyelni a külső hatásra is. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok. A portál nap felett ezúttal Kán uralkodik. Kán lefordítva magvakat vagy hálózatot jelent. A magvak láthatóak itt a képen. Ennek is van egy jelentősége, mégpedig arra utal, hogy most jó időpont van ahhoz, hogy elültessünk valamit, hogy kezdjünk valamit, hogy belevágjunk valami újba. És ez a kezdet egy jó időpont, mert ez gyümölcsözni fog. De kell a türelem, mert nem lesz azonnal látható. Kell a bizalom is, hogy tudjuk, azt, amit most indítunk, az sikerekhez vezethet. Ez lehet egy munkahelyi változás, egy új kezdet. Ez lehet valaminek az alapítása, például egy saját cég alapítása. Ez lehet egy költözködés. Ez lehet egy házépítés, indítani az alapokat, kiépíteni. Ez lehet egy új párkapcsolat, vagy lehet a párkapcsolatban egy új irány, a változások, egy jó időpont, egy új kezdetre. Mert ez gyümölcsözni fog, termést hoz számunkra, ahogy így a magvak is mutatják a képen. Mint említettem, Kán nem csak magvakat jelent, hanem hálózatot is, amikor ki tudunk építeni valamit, megvan a hálózat, megvannak a kapcsolatok,
A hálózatnál gondolunk az internet kapcsolatokra is, vagy interneten keresztül dolgozunk, és kiépítünk valamit, vagy vannak internet kapcsolatok, ezek lehetnek munkahelyi kapcsolatok, ezek lehetnek szerződések, ezek lehetnek baráti kapcsolatok, vagy az is lehet, hogy ha valaki egyedül van, most megvan arra a lehetőség, hogy megismerkedjen valakivel interneten keresztül, ami sikerekhez vezet, kialakulhat egy szép, tartós párkapcsolat. Összefoglalnám azt, hogy milyen témák vannak ennél a szertartásnál, mit jelent most ez a portálnak. Ennek van gyógyító ereje, ez egy spirituális energia, valamit lezársz, és lesz egy új kezdet, valamit befejeztél, és vannak ötletek, tervek, amit indíthatsz. Egy jó időpont ehhez, mert termést hoz, mert sikereket hoz. Azon kívül ügyelni kell a kapcsolatokra, és lehetnek internet kapcsolatok is. Sőt, lehet ez egy szép barátság, vagy egy jó párkapcsolat. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.